Üdvözlöm minden kedves nézőt az LCS folyamán, megyek lejjebb mindenképpen, hogy egy szinten legyek ugye, legalábbis magasságilag bucival, de bucival soha nem ér fel senki. Ne felejtsétek el, hogy a harmadik mérkőzésünk jön, az LCS-ben való bennmaradás, vagy LCS-ben való feljutás, vagy LCS-ben való kiesés, tök mindegy ki, hogy fogalmazza, a Team Coast befele, NME Sports pedig kifele megy, hogyha ez az állás marad, már pedig ne felejtsük el, hogy három szükséges nyertes meccs kell ahhoz, hogy valamelyik csapat nyerjen a másikkal szemben. Tehát a 3-0 eredmény most a Team Coast javára beválhat. Kérdés, hogy mit csinál a Chris-szel? Mert Chris megállíthatatlan! És változtat a Team Coast, ugye a tiltásokon most Kalista helyett ugye eltiltotta Tristanát, nem szeretnék a tornyok rémét Utter kezében látni, és pont azért tehette ezt meg, ugyanis nála van az első választás, így ők nyugodt szívvel elhozhatták az ugráló, dárdát dobáló Pierce kedvet, Pierce lövészét, ugye a Mesh kezébe így Kalista kerül, másik oldalról Gangpen, Evelyn és bizony Azir volt a kitiltott hős. És Darcigik azt tippelték, hogy talán még egy Olaf tiltás, és talán belefér ebbe a struktúrába, de azért vajon őszintén, hogy Chris ellen mindent kibajnol nem éri meg. Rásd, Huni. Huni is, ha megindul ugye a Fnatic színeiben, az a stratégia nem vált be, hogy minden karakterét bannoljuk ki, amivel szeret játszani, mert hozzá a negyediket, amivel szintén szeret játszani, tehát nem jó. Nem jó stratégia, marad a Kalista, mivel ugye átment a rostán, ugye elhozhatja mesülje ezt a Kalistát. Kérdés, hogy hát ő neki mi marad, mert azért valljuk be, hogy Tristana tiltásával ott a kérdés, a kockázat, hogy mi lesz majd, és ki az, aki ezt a Kalistát megállítja. Hát ez nagyon jó kérdés. Nem tudom, pontosan most ugye Sivir lehetne a biztos lövész, ugye, aki nagyon magabiztos, jó a tornyok ellen, van gyorsítás, vadonszava, mana pajzs, amit akarsz. Vadonszava nincs, az lulnak van, nem? Pontosabban, bocsánat, vadászat az van, úgy mint a Rengárnak. Nagyon vad. Vadászat. Olaf maradt Krisznek, így végül a felső ösvére, ő fog majd kiérkezni, a Ragnarokkal végig lehet futni az egész pályán. És ugye Flores már egyszerre megütötte a bokáját Malphite-tal ugye az Olaffal szemben. Kérdés az, hogy most mi lesz azzal a Shen-nel? És ugye Chris mennyire tud meglódulni? Mert alapvetően az, hogy a felsőséges karakterek arra készülnek, hogy majd egyszer a csapatküzdelemben jó legyen az a bizonyos helyezkedésük és a karakterüknek a kihasználtsága maximális legyen, ez szép és jó, de Olaf nem az. Olaf. Olaf ennyi. Azt csinál, amit ő akar, rosszabb, mint egy mundó már lassan. És jön tényleg a világ vége, tehát amint ő a végső képességét elhasználja, ott tényleg meg kell valahogy fogni. Floresznek nem voltak rossz játékai egyébként Shen-nel az első meccsen, hogy szépen ki tudta backelni, ki tudta védekezni a kettős rajtaütést is, ugye jó volt a felbőszítés, de utána nem nagyon tudott többet hozzátenni a csapatjátékához. Közben az NME Esports BuddyDrop kezébe Alistart, a Bikát választja, és Utter pedig Vayne-nel fog majd lövöldözni, és megint csak ki kell húzniuk a játék késői szakaszába az NME Esportsnak, hogy az a Vayne igazán be tudjon indulni, és akár többszörös gyilkosságokat tudjon szerezni. Közben Rek'Sai és Viktor érkezik végül a Coast csapatához. Érdekes az, hogy a Rek'Sai választása mindenképpen magabiztosra teszi azt, hogy a játék végső szakaszában a Team Coast elég durva lesz. Ez a leglájtosabb fogalmazásom igazából, de alapvetően a Vayne végső szakasz szintén egy erős fázis. És ugye az előző meccs, amit látunk, hogy Utter próbálta vinni a csapatot a hátán, ergo Vayne-nel lehet vinni egy teljes csapatot a hátadon, de azért neki szituációt kell kialakítani, és lőd már le magad róla a fotot, tudod? Hát nehéz, necces, főleg ha megindul végső képességében. És az, hogy Kalista közben meg folyamatosan ott fog ugrálni a háttérbe, és ki kell fókuszolni, tehát ott van például Thresh-i, tehát neki mindenképpen ugye Mesh lenne az első választás, tehát azt a Kalistát pillanatok alatt ki kell venni, de ott van Thresh, és jön egy egyszerű... Oho! Varus jön a középső ösvényre, Inaxhoz. Ugye Inax, aki szintén, pontosabban inkább ő vitte a hátán az előbb meccsen az NME Esports csapatát, de mondhatjuk bárhogy is, van egy lövész, van egy mágus, mind a kettőnek az a feladat, hogy valamilyen úton-móton ugye próbál a csapatát támogatni. Ők a sebzés hordozók, az ő helyezkedéseik az, ami igazán fontos. De most Viktor miről híres? Puci, hogy oda megy, bum 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 bum.
Kettő darab képviselőt kell, csak kell használni. Másfél. És így, hát jó, másfél. Néha másfél is elég arra, hogy... Káosz vihar az úgy még egy darabig ott marad. Az még ott is van, és mindig vihart kell. Tehát igaz, a Minax és Adelnek a lepucanása a pályáról idő előtt megtörténhet konkrétan. Tehát így ez a városválasztás nagyon kétélű penge. Nagyon kétélű penge, mert Viktor megeheti vacsorára, de Viktor a legjobb választás, a város tény. A közélső ösvényre vele lehet Viktor ellen bőven vígan játszani, viszont a középső szakasz, majd a végső szakaszban Viktor megeszi őket a vacsorára, ez már bízisten. És nagyon sokat lettük, ugye Európában sokkal kedveltebb karakter a középső ösvényen Viktor, de jön át szépen a tengeren túlra is ide Amerikába, mármint hogy oda Amerikába, mert mi nem ott vagyunk sajnos, de attól függetlenül láttuk, hogy nagyon-nagyon sok sebzést tud kiosztani, és nagyon jó a zónázási képessége is, tehát nem elég, hogy a halálsugár is tud zónázni, de ott van még a gravitációs mező, amit kötelező ki kell kerülni. Hát tegnap is egyszerűen nem tudott a Rammus, aki pörögve, bázisvédővel, olyan sebességet pörgött, hogy egyszerűen nem tudtuk követni jóformán Thanatosszal, hogy érkezik ez a Rammus, és jött egy gravitációs mező, és úgy lefékezte, hogy mintha falnak ütközött volna, tehát nem tudott azzal a gyorsasággal sem átmenni azon az egész bázison, hogy ott a mezőt ki tudja kerülni, tehát ez mindenképpen ugye Wolf előnyére szolgálhat. Ő ennek köszönhetően, illetve Varus ellenfele, és például még Rashinek a gubói elkerülése véget, megtisztulással érkezik a középső ösvényre, Inax szemben pedig egy gyógyítást láthatunk, tehát a mást az Enemy eSports oldalán kettő gyógyítás és egy kifárasztás, míg ugyanez a kifárasztás megtalálható Conquon kezében is. Inax pedig ugye az E-képességével kezd, amit alapvetően mondanék magyarul nagyon szívesen, de még nincs, aki ezt nekem leadta volna. Tűz? Nem tudom, ilyen tűzzápor, vagy nyílzápor, vagy nem tudom. Legyen zápor. Zápor. Legyen zápor. Mert lehet eső, igen. Milyen romantikus a mai este, buci. Igazából lassan, az idő is oda fog lassan tévedni, hogy tényleg nagyon romantikus hangot lesz ez a kis stream, amit mindenkinek szeretni, mindenkinek folyamatosan is ugye tudtál adni. Azért stream tud valamit, valljuk be, hogy ha már a League of Legends-ben nem fog nagy múltat és történelmet írni, még brékelni elmehet. Ez bizisten, Rek'Sai-tól lehet tanulni, hogy mégis hogyan kell dobálni a lábarat a földön. Ami a nincs, persze. Kezdés egyébként mindkét csapattól egy ilyen könnyed, megszokott kezdés lehet, hogy nem volt őrségi őrszem elhelyezés, hanem mindenki inkább azokat a járatokat védte le őrszemekkel, ahol a másik csapat például be tudna törni az ellenfél dzsungelébe, de nem akarnak mindenki saját északi dzsungelébe, illetve az enemy a déli dzsungelébe kezd, és így fognak majd érkezni. A felső ösvényes Krisz egy kicsit segít Shrimnek, míg Conquon és Mesh egy ösvénycserét kezdeményez, amiről igaz nem tud az enemy, de ők is ugyanezt a taktikát szeretnék megvalósítani. Igen, de mélység őrszemek, ugye mondod is, nem voltak elhelyezve, pontosan ezért nem tudnak ugye róla, hogy hozzászólja mindenképpen ehhez a gondolatmenethez. Valós! És érdekesség az ugye, hogy a Coast hamarabb tette ki magát úgymond arra, hogy oké, mi ide felfogjon a felső ösvényre, és ugye ez már így egy... Ez egy tűzkeresség is lehet, mert ugye innen már visszafordul nehéz, legalábbis tapasztalati ponttal is hátrányal fog járni, de a Coast mondta azt, hogy nem igazán szeretne Vayne is Alistar ellen játszani, de ezt mondhatta volna, Vayne is Alistar nem szeretne a Kalisztra és Thresh ellen játszani, a biztos farm lenne a lényeg, vagy pedig a másik stratégia, mert csapat szempontból stratégia, az első külső torony bedöntése, ugye, és majd később, ha érkezik Thresh-i, illetve Shrimp majd, akkor a felső esény külsődön a döntő, teljesen mindegy. Látjuk azt, hogy Arthur jelen pillanatban három farmmal körbe nézegeti a pályát, hogy hogy nézhet ki egy-két lehetőség, és Conquon az, aki majdnem a játék legszebb halálos ítélete megkezdi a játékot, de nem. Nem véletlenül fér Arthur és Bedudok párosa, ugye mégiscsak ott van a halálos ítélet, és utána Kalista tud ugrálni, majd végül is kitépve dárdáit, ugye nem csak a sebzés, de még a lassítást is eszközölni tudja Vayne-en. Tehát jogos volt az, hogy egy picit behátrálva a torony alá defenzíven próbált farmolni, és ez meg is látszik, 19-8 eddig a farmok állása, ami talán egy kicsi különbség az, hogy hosszú karddal kezd középső ösvényen Inax, ezzel szemben ugye Wolf egy... És Flaresznek kevés az életre közben, ja, bocs, hogy megszakítalak, mert ugye Chris folyamatosan jól cserél Flaresszel szemben a két gólem erősít, és meg egyszerűen fenomenális neki, ha ez így volt tervezve, már pedig igen, mert elhozták, és így végül is, ha Shane be akar menni Flaresszére a torony alá,
Talán van lehetőség, de ehhez találni kell lassításra rendelkező baltájával Krisznek folyamatosan. Forresternek pedig még életerő itala az van, de ő is hazament, mielőtt kijött, és teleportra érkezett ki, mégis tudott vásárolni. Jön Shrimp közben, Forrester, baj van. Hát ezt nem mondanám jónak, mert Shrimp és Krisz azért éppességes sok sebzése nem rendelkezik, de így viszont igen, Flores villan, Shrimp ennekül, megy még mindig Krisz, a lassítás jó, Flores most így mi lesz? Nem tudom, lehet meghalod, Flores kiátsza az agyát, és Krisz még éppességgel meghal, de elhozza az első gyilkosságot. Flores viszont ezzel a kis ilyen nesze egy kis aranynyal, végül is boldog lehet, de csak megletölve egy Rek'Sai Olaf-fal szemben. Tehát azért egyik karakter sem arról ide, hogy tele van sebzésre a játék első szakaszában. Tehát így please. És nagyon jól használták ki azt, hogy érkezett Shrimp, így ő is kapott egy támogatást, tehát jobban jött ki a Team Coach csapata, hogy az első gyilkosság náluk, illetve plusz egy támogatás. És Buddy Drop is elég szépen kapja a sebzéseket, ugye ő is majd a hegy arca felé veszi az irányt, ahogy Fong van, és neki bizony át kell szépen használnia azokat a kis sütiket, hogy visszatöltödjön az életerejét, de nem kell félteni Alistart, mert van neki beépített gyógyítása is. Nice. Nagyon szeretem, hogy a beépített igen, gyógyítás. Igen. És ugye érdekesség az, hogy beszélnünk itt ugye Adernek a passzívabb játékáról, kevesebb farmjáról. Ez igazából már eltűnt. Egy-két ilyen minion hullámon ezt fogsz tudja dolgozni az aktuális lövész, de Krisz ugye gyilkosságban hamarabb szerezte. Van bőven sebzése, Forrestnek a felbőszítése előtt sikerült fellőtni, megint Trashy, Shrimp lehet egy kicsikét bajban, de neki még villása van, ha nagyon olyan kéne. És megint csak kiemelném azt, hogy Shrimp és Krisz, ti elmebetegek, hát ezzel a két karakterrel toronyánál menni és Chennel szemben, ennél már csak egy rosszabb lett volna, hogy Maokai-t megölni a torony alatt. Ennél már csak az egy rosszabban. Tökéletesen hozzák egyébként ezt a játékot, ugyanis megint csak haza kellett térnie Flaresnek, és nem tud farmolni, ki van szorítva abszolút az ösvényéről, már duplázza jóformán Krisz a 7. percben az ő farmmennyiségét, és lehet, hogy Utter vissza tudja hozni az ő lemaradását, de Mesh sokkal gyorsabban és sokkal bátrabban tud előre menni. Most ő már mehet is haza, meg fogja vásárolni minden bizonnyal az első tárgyát, ami vagy egy K-nkart, bár talán arra nincsen annyi pénze, de mindjárt. Pontosan van annyi pénze, 50 farmja van bőven. Hogyne lenne? Ugye akárhogy is szorozzuk, számoljuk, jelen pillanatban a Coast vezet. Ugye egyrészt az aranyban is látszik, hogy több ösvényen is látható az, hogy igenis magabiztosabban játszik a Coast csapata. Az RMI eSports pedig mi mindig a 0-2-es pofonnal próbál valahogy megbirkózni, de nehéz. Ugye egy BO5-ös szériában még hagyján, de egy BO3-asban az első vesztes meccs az, ami néha rányomja a bélyeget már az egész mérkőzésre, és ugye innen felállni nehéz, de Cloud9-hoz híven lehet, a halálos ítélet pedig Inoxra ki lehet volna villanást kiszedni belőle, de nem érte meg, és megint csak talán az átudó nyila Inoxnak, így végül is megint Wolf az, aki úgy el kell, hogy viselje, hogy igen, van egy város, aki lövöldöz. De alapvetően Mekin Wolfnak az a bizonyos burst sebzése, ami rövid időn belül ki tud jönni, szempillantások alatt az neki sokkal nagyobb, mint Inaxnak lehet. De az Viktor sebzését tisztelni kell, ez kb. Olyan, mint egy Zed árnyék. Uh-huh. Azt is tisztelni kell, hogy jól van, mit csinál, miért, mert nagyon kellemetlen és fájdalmas lehet az ő érkezése, mint sebzés gyanánt. Chris pedig nem sikerül ellökni, Adernek ez mellé ment, de megvan a Ragnarok a Krisznek. Krisz futhat, ha akar. Krisz már fut, ha akar. Krisz nagyon fut. Viszont nincsen villanása, de van neki képessége még jó gyorskodása. Kriszék miért mindig mennek? Nem elég a sebzés, de Adern legutolsó sebzése elég, alaptámadásával befejezi így. Krisz, aki nagyon szomorú, de lesz teleportja. Vissza fog jönni. Három embert áldoztak ezért. Sárkán kell még hozni az enemy eSports-t, és akkor talán azt lehet mondani, hogy okay. Okay, talán. És most Flores ellen nem volt jó a torony alámenés, ugyanis nem talált a halálos ítélet, ezzel ugye az előtte lévő nyúzás miatt Kongkon is bekapott egy toronysebzést, ugye Mesh a Dardák kitépése után szintén kapott egy toronysebzést, de nem lehetett tovább folytatni, így inkább csak a tornyot fogják elhozni, még ugye az enemy eSports az első sárkányért küzd, amit el is tudtak. Ez muszáj volt, tehát igazából az, hogy három embert leállozni egy Krisz megöléséért, az valahol nagyon sok tud lenni, tehát nem szokás, hoppá, az Inax csak egy beleköp Shrimp levesébe,
de nagyon sokszor szokás azt mondani, hogy hát a felsőséges karaktert oké, hogyha nem igazából Dairus és Santorin az, aki össze van nőve, nem érdemes túl sokat támogatni, és nem érdemes túl sok embert állozni érte, max úgy, ha torony is dől, de ugye így sárkány, messze voltak a minionok, sárkány volt a közelben, legalább valamit hozzon az enemy esports, de ugye ez globális aranyban neki nem segít. És a legrosszabb hír az, hogy a torony döntésének köszönhetően a Coast hiába van rosszabb helyzetben gyilkosság arányban, viszont aranyarányban vígan, bőven az ég felett is van, és mesh már most megint jól cserít Utterre. Kérdés, hogyha ezek kicsit kiebb jönnek, mi lesz ennek a küzdelnek a vége? Utternek már van végül szabjája, amivel lehet küzdeni, megpróbálkozni arra, hogy valahogy lassítsa és életet szívjon ki még meshből. Igen, de Mestern is ott van már a vámpír jogar, tehát ő is azért vissza tudja lassaskán tölteni az élet erejét, és most érkeznek majd meg ugye a támogató játékosok az alsó ösvényre, és Inax megkapja a kék erősítést. És pont ezt akartam kiemelni, hogy Boobnak lassan vennie kell egy cipőt, hogyha nem akar jóformán táncórákat venni, mert hogyha nem tud kitáncolni a nyilvesszők elől, akkor inkább a gyorsaságára tud hagyatkozni, és ezzel tudja elkerülni Varusnak azokat a nagyon fájdalmas és hosszú, messzire eltaláló nyilvesszőit. Varus viszont ötös, amit nagyon ki kell emelni, és erőteljesen nyomatékosítja mindenkiben, hogy ég és föld, Varus is Chris közt a különbség. Egyrészt két szint, majdnem, hogy már lassan három szint is, és nézd rá a falra, Buci, te is. Ahogy mutatod, ugyanúgy, így van, 48. Az konkrétan még fagyiban is sok 60-at, azt mondhatná. Adder meg jó halálos hit, illetve Mesh pedig fordulhat. A löki is Adisztában jó lett volna, de a faoznik is Addertől gyönyörű. Jön a teleport, Chris fordulhat, Mesh pedig bajban, Thresh pedig visszafordul. Mesh még mindig az életért küzd, és Mesh túléli. Meghalt Thresh. 1-0-ás cserélye Team Coastnak is villan. Ó, oh, mellé halálos hit, illetve Konkontól. Így nincs további torony alá menés, de az a torony valószínűleg búcsúzni fog. Forrest mit csinál? Megyek topra, betalom a felső. Ösvény, miért is ne, de a 2-2 marad, és itt viszont toronnyal megint el fog menni a Team Coast. És nem vagyok benne biztos, hogy Flores azt a torjot ő egyedül be fogja tudni tolni idő előtt. Pont ezért nem szabad ugye Kalisztát engedni, játszani, mert csak azért tudott túlélni, tehát kiment rá a kifárasztást, mert minden jóformán mesre akartak ugye rátenni, és elugrált. Jóformán elugrált, pont mindig volt egy alaptámadása, és Udorító majd kijel. Udorító karakter. És majd... Udorító. Nem, fel. Hát jó. Nincsuk ki. Akkor igen, de hogy nagyon okos volt a Team Coast-nak a taktikája, mert ez azért taktikája. Ott van a Unicorns-on, lenne lehetne azt mondani, hogy ott is volt egyszer szabad volt a Kalista, és elhozta a Vardax, azt inkább ne emlegessük. De ettől függetlenül 12. percben járunk, és ugye, ahogy mondtad, ha valami egy olyan karakter átmegy a rostán, ami nem is az, hogy tud játszani, hanem maga a karakter, ami undorító, és erős, és jó, és ha valaki játszik valahogy, még mindig csak fájdalmas, az konkrétan már raid boss lehet, Inax bajban, beragad Shrimp, jó a lámpás, de nem tud kiírni, és Meshnek nincsen semmije, felbőszít, és alatt kell letakarítani Kalisztát a játék egész szakaszán, nem csak most, végig, 2-3. Zsönyörű volt a gumó, amit talált Thresh-től, az már, ez a gumimaci jutott eszembe, hogy... Lényeg annyi, hogy Thresh-nek talált a gubója, és ugye nem tudott mozogni, nem tudott ugrálni Kalista, és így négyen ráugrottak, tehát ő nem tudott elugrani, hanem rá volt az ugrás. Adjuk. Igen, gumó. Lényeg a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg, és Inax-nak pedig vissza kell húzni a belét, mert igazából ő konkrétan halál zsítére, de beleáll, akkor meg is halhat. Villanása van, Thresh-i úta van, segíteni Inax-nak a középső ösvényen, így a torony nem dől. De Flores sikerrel nem jár. Tehát a felső ösvény külső tornya, amiért ő felteleportált, hogy majd ő betolja, az még ugyanúgy ott áll. Azt nem merném mondani, hogy maximális életerőben, az valószínűleg nem igaz, de ugye a betolás az nem történt, legalábbis a torony betolása az nem történnek, más lehet, de Elise konkrétan egyedül marad most Viktorral, szemben Rek'Sai szintén mellette táncolhat majd még előbb-utóbb, Viktor pedig ugye itt Olaffal, Thresh-i előbb-utóbb maga tehetetlenül fogja végignézni azt, hogy ez a torony bedől. Megjön Body Drop, de nagyon késő. Jön hátul Inax is, de igazából lassan reagál az enemy esportsra, és a Team Coast mit csinál? A legjobb stratégiával szépen lassan kiüti az egész bázis az enemy esports alól, mert már két toronnyal vezettek. És Thresh-i nagyon nagy hátrányban van, ugyanis neki védekeznie kell, az ösvényen kell maradnia, ugye a rajtaütéseket is neki kell kezdeményeznie valahogy.
És ezzel szemben Shiplik nyugodtan farmolgathat ő, akár az ellenfél dzsungelébe is, vezet azért egy jó több mint 10 szörny előnnyel, vagy minion előnnyel, ahogy tetszik, és bizony Forest hátrálás, visszavonulása tudja késztetni. Igen, ami fekete hasító bár már elkészült Krisztán, addig a másik oldalon csak építi a naptűzköpenyét. Flores, és köztudott az, hogy egyik az elég erős, a másik pedig ugye jó kis védelem, de nem a legjobb. De még azért Floresnek az elég szíven kell erősíteni, hogy tényleg tankszervet tudjon betölteni. És ugye jelenti, hogy ezzel a maradása, ez lehet, hogy még sok-sok percig érződni fog, hogy jön majd a felbőszítés. Lehet, hogy elég egy mesh, vagy egy Peking Wolfnak az eltakarítására, de azért is ennél jó, hogyha az ember egy kicsit több ideig tud élni, mint csak egy felbűszítés erejére, mert akkor a támogató játékos sem szerepét tölteni inkább be. Igen, és időközben az enemy eSports elhozza a felsősvény külső tornyát, és él a sárkány, amit Team Q szeretne elhozni, hogy nekik is meglegyen az első jelzőjük. Trashinek van ehhez egy pár szép szava. Biztos. Legalábbis egy-két szép szár pókja, de alapvetően ez a sárkány megvan a Kósz javára. A kitépés jó. Ó, Gong-Fong közben kap egy felbőszítés. Jön a Várusz végső képesség, és milyen a túlvilági hívás? Gyönyörű! Várusz sebzés. Ó, Rexaius, aki nem tud, jön hátul rá, de még mindig végső képességbe. Vayne ölni akar. Gong-Fong meghal. Team Kósz 2-1-et cserél eddig csak hátrányban, Buddy Rob pedig beleáll ebbe a bizonyos hanghullám, Viktor Gumó, az mi? Viktor Gumó. Hát ez a kis bigyula, hogy beragad. Gravitációs mező. Gravitációs, hát pont ezt akartam mondani, csak gémet, hogy nem tudom kiejteni, de majd elmegyek logopédushoz. A külső torony bajban lehet, a Team Kósz jelen pillanatban itt ember hátrányban áll valahogy. Megjött Shrimp végső képességével, jó alasítás Krisztől, mikor indul meg a Team Kósz? Nem most! Nem, ugyanis Chris 2 darab Viktor nyilvesszőt is megevett jóformán. Lehet, hogy kemény ez a viking, de azért ennyire nem. Mondták azt mindig, hogy ne lovagoljon másik kibáján, de hogy Viktornak nyilvesszője van, ez nekem azért érdekes. Mert ezt mondtad. Nem nyilvessző, amit kijött. De Viktor? Ja nem, bocsánat, Várusz, jaj, elnézést, észre se vettem, tehát elnézést. Buci, 3-12-ben, ezzel mondta, nem szép dolog a másik kíván lovagolni, hát én vagyok Pierce. De pontosan azért, mert nála már egy brutális, illetve egy Malamun már ott, ott van a kis táskájában, így már ugye van átütése is, és így láthattuk, hogy most már nem tudom már a neveket, tehát Olaf, Olaf ezért, volt pontosan az. Ezért nem szólt, mert ki zökkented a kommentet a társadat. Ez egyes, emberségből egyes, hogy én most szereztem, se baj, 16,5 percnél, 3-5 az állás, és 1100 aranyjal most vezet még a Team Coast, ugye ki sikerült egyenlíteni az enemy eSports a torony döntésben. Ez tény és való. De még tovább is azt kell mondanom, hogy ez a Shen, ez a jó végső képességei, amit az egységben az erőnek hívnak, azzal megérkezni tudván, vagy teleportál valahogy segíteni a csapatát, akkor még visszajött a játékba, de ő jelen pillanatban pölök Chris-szel szemben, amúgy sem, de most már aztán végképp sem, nem tudja felvenni a versenyt. Sem a boxkesztyű, semmit. És most fog majd csak kiegyenlíteni Inax ugye a farmok tekintetében. Közben Arthur az, aki kicsit meglódult, köszönhetően, hogy ő már például részt vett ugye egy gyilkosságban, nem halt még meg, ezzel szemben ugye Mesh már egy halállal rendelkezik. Ő a vérszomjast építette meg első tárgyaként, Arthur ezzel szemben a letaszított király kardját, és egy kapriság acélját is vesz, így nem elég, hogy vezetni tud ugye a farm tekintetében, hanem még több pénzt is tud ezzel gyűjtögetni. Nézzük, hogy Konkon és Mesh a felső esélyen tud egy kicsit megtolni. Most farmon Arthur vezet, és ugye neki van egy gyilkossága, viszont Meshnek van egy támogatása. De ami szomorúbb, hogy a halálának köszönhetően Mesh most tapasztalati pont hátrányban van. Ez látható is, ugyanis ő 9-es, míg ugye Arthur 10-es. Nem számít sokszor. Nagyon sokat az a bizonyos egy szint különbség, de csak egy kis picivel több életerő, csak egy pici, mindennel egy picikével jobb, azért valahol csak kellemes az, hogyha valaki azt mondja, hogy már 18-as vagyok, amíg a támogató játékos az ellenfél 8-as, az mindenképpen jó, de alapvetően nem biztos annyira számottevő, de jó alasítás Chris-től, és Chris előbb-utóbb egy baromi nagy első frontot fog jelenteni majd a Team Fosznak, és ahogy az előző meccsen is,
Kiszt nagyon nehéz volt kirúgdosni igazából a Nexus környékéről. Nagyon nehéz volt. És a Tinkos nyugodtan érkezhet az enemy északi dzsungelébe, ugyanis az őrszem játékuk most jelen pillanatban sokkal jobb, mint az enemyé. Jóformán a saját és az enemy dzsungele be volt pakolva, főleg az északi őrszemekkel, így nyugodtan megtolhatták egy picit az ő frontjukat, előrébb helyezhették a támadást, és el tudtak hozni bizony egy-két tábort a dzsungelből, és nem volt ez semmi probléma, ugyanis látták, hogy merre mozog az enemy csapata. 3-5 a gyilkosságok, ebben most éppen vezet, de az első meccsen is az enemy kezdett jobban, tényleg sokkal jobb farmolásban, gyilkosságokban. Egyszer csak a Team Coast megjött, megmutatta, hogy ő is tud nagyon szép csapvászküzdelmeket kezdeményezni és nyerni, és onnantól kezdve annyira letörte valahogy az enemy eSport szarvát, és most ott van egy Alistar, úgyhogy ezt le is lehet törni, hogy azóta nem tudott még magához térni az NM eSports. Most van itt az ideje, hogy hát vagy tudsz. Most, vagy soha. Sokszor szokás ezt mondani, de az mindenképpen egy érdekes pillanat, amikor az ember azt olvassa a statisztikáról, hogy nem sokkal, de vezet azért így a Team Coast aranyban, és ugye az NM eSports 5-3-nak köszönhetően onnan bentről a számítógépek és a monitorok előtt azt tudja mondani, hogy most nálunk van az előny srácok, és ugye az előnynek a tudatában léve, ő most azt hiheti, viszont ugye a tárgyakban és aranyban ezt ők nem tudhatják, csak kb. Viszont ugye így megjönő annak az esélye, hogy elleszámolhatja magát az enemy eSports. Pontosan azért akartam ezt kihangsúlyozni, hogy te is mondtad, hogy jobban kezdtek. Mindig sikerül valahol úgymond egy kicsi hibát találniuk nekik is, vagy részt a pajzson, ahol végig is a Team Coast felül tud kerekedni. És ugye amikor az ember azt mondja, hogy mit tudom én, most nem 5-3, azt mondjuk, hogy 10-1 egy meccs, egy mérkőzés állása, és benn vagy az egyilkossággal ennek a csapatnál, de tudod, hogy jó a farma, tudod, hogy jó vagy ebben, van tárgyal, akkor éppenséggel, hagyjuk a fenébe, farez baj van, lehet, Fisz egészen belekalapálja a vakontúrás végére a torony mögé kerületi Flareszt, akinek teleportja ugyan van, de a felső őszínre senki más nem fog érkezni, szóval elképzelhető, hogy Flareszt-nek meg kell tennie... De? Hogy a viharban nem üti ki a hazateleportálásból a Olaf fejszéje Forest? Ezt most nekem magyarázd meg, Buci. Ezt most én sem értettem. Akkor engedjük hogy el. Szép. Hogy mondom, megszakítja, lehet, hogy engedjük el, mert Tresi most hal meg. Felemelkedés sem tud konkrétan így. Az a nagy büdös helyzet, hogy nincsen sújtás az enemy eSportsnak, így végül is a Team Coast. Úgy hozhat a sárkányt, hogy semmilyen zavar nem lesz mellettük abszolút-e. Sőt, Chris teleporta le sem kellett, hogy jöjjön. És a lényeg, igen, köszönjük közben. Köszönjük szépen. És erre nem is gondoltunk, látod, hogy bronzosak vagyunk. Abszolút. Jogos. Nem, köszönjük szépen a segítséget. Nem is gondoltunk. Toronypajzs miatt, úgyhogy köszönjük a jobbint. Tudni, igen, a második szintű toronynál van egy kisebb fajta pajzs, amit kapsz, és ugye ezt is védi, és ez azért jó, mert én is tanultam most ebből. Nem hittem volna, hogy ez a megszakítás úgymond lehet, hogy a teljesen semmisé tenni. És megint Wolf az, aki végül is ugye a Riley befejezési miatt életerőt szerez magának, és így valahogy próbálja kompenzálni azt, hogy Inax folyta valamennyire szerez életeréből, de így a lassításai az nagyon kellemetlenek lesznek majd megint Wolfnak. Ezt akartam pont kiemelni, hogy nem elég, hogy neki ott lesz a vombó kombója a sugár és a káosz viharral együtt. Jaj, három játékos, ismét Chris, Ragnarok és gyorsítás, Chris, világ vége mögé futod, a jön Shrimp hátulról, aztán Kalista. Arthur még bajban is lehet végül, de Chris megmenekül, de ugye gyorsítása kiment, ami viszonylag hamar visszajön, persze, de Chris most elkövetkező két percben valószínűleg kezdeményezni és elszámolni magát nem fogja majd. Teleportja viszont lesz, és azért az, amely el lehet menekülni szintén. Passzívabban kell mindenképpen játszani a majd most Chrisnek, és bizony érkezik Inax, aki tényleg fáj. Tehát, a nyilvesszők, hogyha nem tudnak elfutni előre, vagy tényleg kitáncolni, akkor... Kompon, átment egy őrce, men! Kompon! Kopop. Kop. Ah, majd Peking Bull figyel volt, hogy letakarítom. Kikerül itt! Nem, előbb elhozza a kék erősítést. Akkor én vagyok megint a... Na mindegy, szóval se baj. Ettől függetlenül ugye a barad nasor körül megy a tánc. És igazából ez még egy csapatnak sem a legjobb döntés.
Főleg, ha nincsen még gyilkosság, ugye? Tehát, hogy itt kettős, hármas emberlő nem lesz egyik csapatnál sem, ezt a baranasot így bevállalni nem szabad. A szín is forró, enemy e-sportsnak jóval kevesebb az őrszeme baranasok körül. Szám szerint egy. Ha azt kitakarítja a Team Calls, akkor végül is ugye szabad a pálya, de azért mindig is jó szagot tudott fogni az enemy e-sport, csak sokszor volt elszámolás és rossz kivitelezés. Hát igazából bárki lehet elméletben egy jó játékos, hogy akkor abban nem sikerül ezt megcsinálnia, lásd mi. Hát hiába értünk néha egy-két ponton a játékhoz, ez gyakorlatilag mi kivitelezni egyszerűen nem tudjuk, vagy nem mindig sikerül, vagy sohasem sikerül. Peking Wolf pedig kapja az áldást továbbra is Inax-tól, és Tresi már készül arra, hogy egy jó gubóval be is lehessen fejezni Viktor a saját tornya alatt, de pontosan ezért hozott megtisztulás Peking Wolf. Bármilyen kábítás elől egyszer ki tud térni. És az utolsó lehelet is már elkészült Inax-nak, tehát ő már egyre jobban erősödik, ezért ez a kvázi két lövészes felállás még be is jöhet az enemynek, hogyha jól tudnak pozícionálni, és Fares jól tudja fogni. Ugye akár Woof, akár Chris, akár Mesh-nek a sebzéseit, de megint három emberről beszéltem, tehát három embert kéne felbőszíteni, vagy valahogy úgy érkezni a végső képességével. Na most például Utter-t megállították a hazamenetelbe, ez biztos. Ez biztos. Itt ugye Torony... Még egy! Szinte körszeme volt, és azért ez a leparkolás, hogy kukucsi, tudom, hogy itt vagy. Ez annyira aranyos volt, hogy konkrétan Flores perc szomorúbban viseli ezt, de Konkvonék még éppensége megrángathatják a fülét, de jobb a pozíciójuk most a Team Coastnak, és az előbb akartam kihangsúlyozni azt, hogy MMI Sport próbált lépni az alsó esélyén fel, és a Team Coastnak kellett erre válaszolnia. Most viszont a Team Coast hoz egy hívást, amire kell az MMI Sportnak reagálnia. Baromi érdekes, de az biztos, hogy Floresznek a teleportja hamarosan vissza is jött, ezzel igazából ő érkezni most már tud. Chris pedig nem véletlenül az alsó esélyén, ő szintén tud majd csatlakozni, ha kell. Még két percben van a sárkány, tehát még küzdelem még a mehet, alásítélet jó Floresszel, egy kisebb fajta sebzés kap, de ez még édeskevés őt befejezni, azért előbb-utóbb ő is elég tankos lehet, body drop visz, ohó, micsoda lámpás használat, Shrimp így megmenekült, és még kap egy popot Viktortól, mint ahogy mi szoktunk, ettől függetlenül 4-5 továbbis az állás, 2-1 a sárkány megölésének aránya, és így végig is mondhatjuk azt, hogy nagyon lassan lépkednek a csapatok úgymond előrébb az ellenfél bázisához közeledvén. Teleport Flores tőle, ez biztos. És érkeznie is kell, ugyanis itt már a Kimkosznak a minionjai a kettes tornyot sanyargatták volna. Az agypárbajok háborúja, kérlek, amit itt jelen pillanatban látsz. Chris mit csinál? Ügön, középső első, én letolom a másik pár 4-5 minion hátulról, így nem marad minion, ami tankolhassa a Kimkosznak. Pontosan enemy e-sportnak a torony döntésnél ugye a sebzés, és ez megint azt hangsúlyozza ki, hogy nem véletlenül van Chris 210 farmon, ugye a felső ösvényen Fares-szel szemben 209-szel, nem véletlenül az előző meccsen ő igazából Jampi, mert lehet, hogy ő az, sőt majdnem biztosan merni mondani azt, hogy ő 40%-ban legalább hozzátesz ugye minden mérkőzéshez, ahhoz, hogy így tudott igazából alakulni az egész, mert megint egy olyan hívást tört ketté, rondított bele, vagy csúfított el, nem tudom, hogy máshogy fogalmazni, ami egyszerűen az enemy e-sportstól vissza kellett vonulnia, tehát egy valami jó hívás lett volna amúgy. Tehát igazából a legjobb hívásokon felsősére felszabad egész csapat, és a közésősére pedig átorientálódik az enemy e-sports is. Ha nincs Chris, ott dől egy torony, kérlek. Ott dől egy torony, biztosan. Ez így van. Az enemy e-sports közben elkezdi a Baron Nashor, 10 másodperc múlva pedig érkezik a sárkány, Shrimp pedig nagyon szépen elhelyez egy őrszemet, így látni fogja. Baron Nashor látható, de nincs sehol a Team Coast csapat, a Shrimp megpróbálja vagy nem próbálja, megjött Chris nagyon megjött, mert Baron Nashorra, de nincs újtás! Átör hozza el a Baron Nashor, de meghalt Chris szépenséggel még, talán forró a Team Coast, igen, Trashy, lerobban, jó halás ítélet, Átör meghalt! Body drop még törhetetlen akarta próbál valamit csinálni, de négy ember között lehetetlen Viktor 3-as gyilkosság, és csak Flores és Inax, aki megmaradt a Baron Nashor, aranyban ez jó volt, de egy a háromért ez ilyen talán, de inkább nem. Életben maradós, tehát hogy most, hogyha elhozza a Team Coast ezt a Baron Nashort, akkor ők sokkal könnyebben tudták volna mondjuk akár elhozni ezt a középső ösvény második tornyát, de ne feledjük el, azért itt van Varus, tehát ő messziről tudja majd zaklatni akár Mesh-t, és Mesh meg szépen jön föl farmok tekintetében köszönhetően a Ruhan hurikánjának,
ő már tud, közben jön a visszajátszás, megérkezik vissza a Ragnarökkel, megpróbálja áttört kiszedni, és még a Baront is, de Body Drop nem engedte Shrimpset be a Baron odujába, így nem tudtak sújtani, és Viktor, tehát nem lehet vele mit csinálni, nagyon szép punk vannak a halálos ítélete, így be tudják fejezni Vayne-t. Viktor, gravitációs mező, Viktor, halálsugár, Viktor, káoszvihar, ennyi. Viktor. És három gyilkosság. Így van. Ami azért neki nem volt rossz, még gyilkossága nem volt, és ugye miről beszélünk még a champ bajnokválasztásnál, hogy Viktor az a karakter, aki Inaxot és Othert konkrétan két foggal elharapja a torkát. Ugye, hogyha ő elegendő közelségben tud érkezni, Chris pedig nagyon be akar jönni, Ragnarok az jó, Vesi a célpont, majd Flores, Chris nem tudja kitűssön, szóval Mesh egyszerűen beragad, Inax pedig kivillan, Inax eljön, jön Other, jön a váltás, és beragad Shrimp szintén, 2-0 a cserére, az enemy eSports, lehet menni, lehet még talán menni, de igazából torony van, de mi a legszebb, hogy Baronason próbálja kihasználni az enemy eSports, és igazából Minion van, Baron által erősített Minionok meg aztán főleg vannak. Forrest csak azért táncolott, hogy legyen rajta erősítés azon a Canon Minionon. De azt is gyorsan ki tudta szedni azért Chris, Body Drop pedig ide parkolt jóformán ebbe a kis dzsungel részletbe. Ő vár, ő szerintem valamire vár. Hát például nagyon szépen kitáncolt most ezelől mind a két halálos sugár és halálos ítélet elől is. Hogy a halál az most nem érkezik erre a focira. És közben egyébként Arthur elhozza az alsó ösvényen a kettes tornyot, középen pedig a csapattársak, a pajtik hozzák el. Okos játék, meg kell osztani a Team Host-nak a csapatát. Igen, meg a figyelmét, ugye egyébként a Baronosor erősítése, ez a le... micsoda halálos ítélet, és nincs rá követés, mert még csak Shrimpol itt is Mesh, megint kevés életerővel van, ugye ő ne felejtsük el, hogy egyik ominózus, legfontosabb pontja a csapat küzdelmeknek, és Mesh az előző küzdelem előtt el lett kapva, nem volt lehetőség, Body Dropnak viszont van tőletlen akarata, és Becky Wolf! Jól villan így, nem kifele, hanem befele repült volna Viktor, de inkább megmenekült. Rashre pedig jó a halálos túlvilági hívás, az is mindegy. Kalista kihúzza, az a lényeg, 8-8. Fél percig nincsen Body Drop, és Rashre még Shrimpelt. Jön hátul Chris, Chrisnek van Ragnarok és gyorsítást, megy még talán a Team Coast. Nem, mert itt áll Inax, és elvágja az útvonat a lassítással. Hát alapvetően két tornyot ugye veszített a Team Coast, tudtak hozni azért egy gyilkosságot, azért álltam egy picit meg, hát ha Trashit tovább próbálják ugye kiszedni a játékból, és most jöhetnek újra újult erővel az enemy játékosai, még mindig a Team Coast vezet aranyban, köszönhetően tényleg Chrisnek a fenomenális farmolásának. Mesh visszajött a játékba, Viktor szintén jobban tud farmolni. Azért nézzük meg Shrimpet is, tehát Trashy az agresszív dzsungelesnek mindenhol ott kell lennie, minden csapatküzdelemben, minden rajtaütésben, és ő neki nincs ideje a farmolásra, ezért ő is bizony majd 2000 alanyjal kevesebbet tudott eddig szerezni. Az biztos, hogy a gyilkosok valamilyen szinten azért jobb helyen vannak a Team Coast játékosainál, tehát azért a lövész is, és a varázsló is kapott elegendő gyilkosságot, és a farmjához híve még elegendő tárgyválasztás is tudott választani. Így végül is ez egy fokkal jobb, de alapvetően ugye Olafnak és Rek'Sai-nak oda kéne érnie valahogy Inax és Other közelébe. És jelen pillanatban a Shen és egy Alistarral szemben elég nehéz. Tehát egy nagyon jó helyezkedés és nagyon jó szendvicsbe kéne zárni azt az enemy eSport csapatát a Team Coast-nak ahhoz, hogy itt küzdelmet nyerhessenek. És Flores hiába van 122 farmal, ő már nem ezért van a játékban, ő azért van, hogy ahova csak lehet ide-oda menjen, és hogyha kell, akkor a dupla ősfény tolásban ő is részt vehessen. De az az aranykülönbség, ami olvasható, az csak Olaf és Shen farmjának különbsége, más nem. Az enemy eSports két toronyal még futban megy is, és itt bújik el a 140 millió különbség, ami már mondhatni, hogy lassan elfelejthető, mert egyrészt az nem igen fog csökkenni, másrészt pedig már nem tölt be akkora szerepet. Ha Chriszt nem tudják odaengedni, nem tud Chris oda menni Arthur vagy Inax mellé, akkor megette a fene. Hiába neki 260 farmja, lesz neki 500 farmja, ha nem tud oda menni Inax és Arthur mellé, akkor nem fog tudni a Team Coast megölni egy lövét sem. És Peking Wu pedig közben befejezte az anya homokóráját, tehát ő már meg ő is bátrabban tud
majd a rettentő jó jetskit láthatunk közben sűnta, tehát nem, ez nagyon tetszik. De tehát, hogy ő már bátrabban tud bemenni egy harcba, nincs ott már senki, Chris, ne is keresd. És Flores, ugye azt mondtad, hogy ösvényt tud most tolni. Ezt meg is mutatja neked, az alsó ösvényen garázdálkodik. Van tűzköpenye, az igazából majdnem csak erre jó neki. Van tűzköpenye és 2 darab teleportja, tehát ő bármikor érkezhet. Hogyha a baj lenne enemy e-sports játékában. De 35 másodperc múlva Baronna sor, 52 másodperc múlva pedig a játék 5. sárkánya érkezik, mert kell döntenie mindkét csapatnak, hogy melyik állatra, melyik ősgyíkra szeretne érkezni. Nagyon jók az őrszemek, de a Team Coast-é jobb. Jobb, mert előrébb vannak tolva, az a bizonyos. Húztak egy vonalat, amit kitoltak a enemy e-sports első harmad jungle-ébe, és ugye a másik még, amit hozzá kell tenni, hogy ez egy úgymond írásban még nem foglal, de köztudott tény és szabály és fogalom, hogy body drop bajban lehet, amúgy nem, hanem az, hogy ha valaki rosszul kezd, már pedig Fares rosszul kezd, mit csinált, nincs három se hatal meg ilyen finomságok, semmi ilyesmi, csak a tankos tárgyak, és igazából ez kell nagyon sokszor megtanulni nekünk is, hogy ha valami nem úgy sűr el, hogy természet, akkor már ne foglalkozunk azzal, hogy legyen sebzésünk, legyen meg a kulcsfontosságú szerepkörünk a játékban, mint például most Faresznek, tehát ő tankosat most tud játszani, mi pedig konkrétan ugye ezt úgy tudjuk lekommentálni, hogy nem, nincs hátrányban Faresz akkorában, mint igazából ezt a számok mutatják, mert 2-4, ergo a 8 gyilkosságból ő 6-nál ott volt, még ezt Chris nem mondhatja el, hiába van neki is 8 gyilkosságuk. És nem tudott lenni? Mert egység van, az erő, az egy óriási mobilitással rendelkezik ugye a Forestnek, mint végső képesség. És köszönhetően ugye mind Utternek, akár a gyilkosságú, akár a farm különbségének, ő azért vásárolt egy Banshee fátlát, ami ugye védekező tárgyat kell a lövésznek vásárolni. Ez talán érthető, mert őt pillanatok alatt ki tudták volna szedni más, Woof, Chris, bárki, aki akarja. Így talán egy picit van tovább élésre esélye, de jön Flores teleportja. Hoppá, sim beragadhat a lámpás, pedig nem tudja még használni. Ó, a falhozók is jó, hiába villan! Inaxnak és Utternek mihez még jobban telnek a percek, egyre több és erősebb sebzése lesz, és Utternek a választása nem rossz, ugyanis rá Viktor nagyobb veszélyt jelent, mint jelen pillanat Mesh, mert Mesh nem tud odaférkőzni, Viktor meg csak egy villás kombóval a túlvilági hívás, jó így megmenekült Thresh. Body dropban a törhetetlen akarat éppessége ketyeg, ki tudja meddig még, Chris pedig be aztán ki, a baranosor meg mindenközben még éppessége, él és jó Peki Boom sebzése, megkap body drop, ő nyitja először halálra tutaját, tusát, nem e-sportnál, de Mesh, hát Mesh, ez egy nagy Mesh-i dolog, ez ami történik, mert konkrétan, ha rá összecsukódik az enemy e-sport csapata, Mesh ugrál össze-vissza a felbőszítés, az a fél egy másodperc bőven elég arra, hogy meg lehessen ölni, menekül Kong von, aztán Pekin Wolf, viszont hátul Chris megöli Inaxot, nincs sebzés már van a masorra, és megjön Chim, van ez lehet bajban, Kong von szintén, Kong von mi lesz így, ó, villan, Kong von, jó halál a szintén, jön Chim mindig, át nem tudja befejezni, dehogy ne tudná, jön Chris még mindig hátul a Chim, belagadhat, Adder pedig menekül. Hú, de teszed tusza van ez a küzdelem, és igazából az enemy e-sportnak kedvezett eddig, de Chrisnek az érkezése és nem hazamenetele és Rimp újjáéredése az, ami egy kis cserevere volt, de Konkon minden lehetséges határát a Thresh karakterre kihasználta. Utolsó pillanat, hogy minden egyes képessége, minden. Jön is a visszajátszás, hogy neki már alig van élete, de ő fog majd kezdeményezni Body Dropra, sőt nem is Inaxra, de nagyon jó túlvilági hívás, ugye megpróbálják Body Dropot befejezni, Inaxra is érkezik a sebzés Chris-től, de neki el kell hagynia a csatateret, majd jönne vissza, de nem engedi egyelőre Inax, Flores-re nem jó a sebzés, nem Flores-t kell kiszednie Mesh-nek, és ezt tökéletesen tudták az enemy játékosai is, így hárman tudták kiszedni Kalisztát. Jó a végső képesség, de Peking Wolfnek el kell használni a Zonya homokóreját, és így tud megmenekülni a játékból, és most jön bizony Shrimp, aki azóta újjáélet, és így fordította visszájára a Team Coast a játékot, a csatát. És ez az a bizonyos homokóra, amit emlegettél, hogy milyen jó lesz Viktoron, és konkrétan amíg egyszer Thresh-i a virranás gubó kombóval megjelentett a Mesh-t és meg is ölte a csapata, ezt már Peking Wolfon eljátszani nem tudta. Nemes egyszerűséggel, ugyanis ott az olyan homokor az meg
tántorította, vagy eltántorította, és az NM eSports megint szedi igazából a Baronnal sort, amire most már nincsen semmi. Vissza ledobja egy poltával a Baronnal sort, mentem, bepisileg! Pátidop pedig képessége mögöli még, mest nem! Mesteri meg vissza kézből! Meghal Chris Inti, ne vagy Trashy! Flores pedig az életére kell lassan menekülni, mert erős a káosz vihar, mellé az átütő nyíl, nem talál Mesre, mehet a Team Coast a középső ilyen Baronnal sor által, amit egy Olaf! Hát ezt nem viszem el. És alapvetően Shrimp pedig nagyon jól játszik, mert hát... Nem enged senki se haza. Senkit nem engedett haza. Tehát jött a hívás, jó van gyerekek, ne örüljünk, hogy elvittük a balont. Most még te tarts fel azt a három embert addig, ameddig mi elhozunk a középső ösvény két tornyát. Kettes tornyát most el is tudták hozni, érkezhetnek alulra, mes akár még egy kis lopást is. Hát ne csak már érted, Krisznek jusson a jóból. Azért ő is elhozta azt a békát, nagyon szép volt, ezzel mindenképpen életbe tartotta a saját csapatát, Chris, megvan az aranyelőny, most már a biztos aranyelőny, jön is persze természetesen a visszajátszás, mellé megy itt a halálos ítélet, és jön a Ragnarökkel, ugye őt nem találja már el Viktornak az utolsó képessége, és abban a pillanatban egy fejszével, így azt mondja, hogy lefejezzem. És a legrosszabb, hogy bocsi, de Trash ide dobta a fejszét, ami átszaladt Trashy fején, és megölt abba. Tehát azért, hogy mondjam, Olaf erős is, van sok farm, de nem egy sújtással felülő farmja van, ami egy olyan sedést tud generálni, mint a sújtásnak van. De ettől függetlenül szerintem ez is egy olyan omirózus pillanat, hogy nem egy Piglet Baronna sorlopás, tény, de közeli, egy baltával eladni Baron Ashort a sújtásra rendelkező karakterrel szemben, az merész. De megtörténik. Inax és Utter párosa ellen, mind Chris, mind Shrim, de már elkészítette a tüskedértjét, van már nekik Randuino menje, és Chris hátsó kapun elhoz egy kettes tornyot, és még csak most érkezik oda hozzá Flores, míg ugye az alsó ösvényen négyen is próbálják elhozni ezt a tornyot, és... És ugye Chris-szel Flores fent nem tud mit csinálni. Ez a legszebb az egészben, hogy Flores mellé kell valaki, hogy Chris meg lehessen ölni, mert ő akár a toronyanásba mehet még Flores megpuszilni, de a torony itt dölt. A Team Coast átvette torony döntésben a vezetés. Ez a Baronna sor. Egy olyan comeback volt Team Coast-nak, az NM eSports már kezdett elmenni, voltak előnyei, jók voltak a csapatküzdelmek, és egy Baronna sor eladással 9000 aranyra rúg a különbség a Team Coast javára, ami eddig nem volt elmondható ezen a mérkőzésen, mert nagyon NM eSports felé állt ez a bizonyos széna, de most már ez nem igaz. És mit csinál Chris még mindig? Mi mindig a felső esélyen van? Van telepontja neki is, és Flores-nek is kérdés, meddig húzzák még? Hát valószínűleg most az alsó ösvényről visszavonul egy picit a Team Coast csapata, nekik elég volt az, hogy elhoztak három tornyot is, ugye minden kettes tornyot ugye be tudtak dönteni ezzel a Baronna sorral, ugyanis érkezik a játék most már hatodik sárkánya, ez a negyedik lehet a Team Coastnak, még mindig elérkezhetünk akár az ötödikhez, hogy lángoljon a csapatuk, és ezt az első meccsen is kiemeltem, és most is, hogy tudjuk azt, hogy szeretik a hosszú játékokat, és szeretnének eljutni akár az ötödik sárkány jelzőig is. Ezzel szemben az NME-nek is voltak viszonylag hosszú játékai azért a nyári évad során, de ők már 1-2-0-ban állnak. Nekik az lenne most a jobb, az lett volna most a jobb, hogyha olyan 35 perc alatt meg tudják nyerni. Ha el tudták volna hozni a varont, akkor nagyon nagy esélyük lett volna. Igen, de volna ott nagyon meg, jó, volna, kiemeletben nagyon-nagyon sok oldalról jobb lett volna nem ízpozak ezt hamarabb befejezni, mert bármilyen is erősödik a lövésznek a sebzése, valljuk be, hogy mivel ugye Flash is elég tankos. Body drop szintén sok varázssebzése nem rendelkezik az ellen egy e-sport. Így a Team Coast csak néz a lapra, és Rexire, tüskevér. Életerő, Randuin, lőd már le őket! Tehát igazából amíg ezeket a játékosok lelődik, mert le tudják lőni előbb-utóbb, de baromi sok idő. Hát igazából ez most kicsikét így rosszul sülhet az e-sports javár, de mindig azt merném mondani, hogy ha jól helyezkedik az e-sports, akkor nehezen fognak hozzáférkőzni Atoshoz, vagy pedig Inaxhoz. Ugye ez mind rajtuk múlik. Trashynek a Google-ira pedig nagyon-nagyon nagy szükség van, hogy mest, vagy Peking Wolfot idő előtt meg lehessen ölni, de ugye 43 perc alatt még Peking Wolf nem halt meg? És neki ugye van kettő menekülési lehetősége, és ott van a Zonya homokórája, illetve a megtisztulás. Tehát nagyon nehéz lesz őt kiszedni a játékból, és még Konkon is vásárolt egy fagyos szívet, tehát... Ámen. Ez úgy jelent, hogy ámen. Itt konkrétan
páncél, ez a... Az egész Egrivárat megtartaná most a Tímkhoz konkrétan. Annyi páncéljük van, öcsém, jöhetne akárhány török. Lehetően függetlenül 44 perc, ugye most a 35. perc is eltelt. Egy küzdelem a meccs végét is jelentett, hogyha akkora arányjal több gyilkosságot hozzá valamelyik csapat, mert ugye most már az újjászületés idő az sok. 35. percre kezdve folyton, folyamatosan nő egyenes arányosságban ugye az újjászületési idő. Bárki is, aki most már meghal, sokáig lesz távol a csapattól. Simple jön végig, és átör, az Vén. Vén pedig nem foglalkozik páncéllal, mert ő átlőhetne mindent. Sim még bajban lehet, és átörnek villása van. Sőt, még gyógyítás szintén, Simnek szintén villani kell, és még éppen sikerem, még a sebzés Sim el fog tudni élni. És átör konkrétan villanását áldozta ezért, na most lesz bajban majd. A lövésze, az enemy e-sportsnak, az egyik lövésze, mert a villanás hiánya, az viszont hozzáférhetőséget jelent. És ugye neki benség fájtja van, tehát hogyha valaki Egen. Meg tudja fogni, akár egy gravitációs mezővel, akár bármi olyan lassítással, amit nem tud leszedni, mert már ugye nem használ rajta, jön is a visszajátszása, hogy átör még nagyon szépen gurul utána, még egy gurulás, ugye itt van az ő kis villanása, szép még Shrimpnek is a villanás, és utána azzal, hogy egy kis alavúttal átment, nem lehetett tovább követni egyszerűen. Megpróbálta, ott van rajta a tüskevér, ott van rajta a randuim. Érződött, sokkal hamarabb ki lehetett volna szedni ezeken a tárgyakon nélkül. És más meg tudott vásárolni egy sejemövet, tehát neki is van már megint csak egy menekülő képessége, akár Freshy, akár Forest, akár Inax ellen. Tehát most az enemynek agresszívan all int kell mondani. Meg is értem, hogy a mesterek ezt a választását, ugyanis jelenleg pillanatban Chris közben, hoppá, dupla ösvény tolás, igazából nem Chris, aki próbál backdoorozni, úgyhogy X-meket csinálta, halálos hitiret mellé is, még áll a torony, Chris pedig megy tovább, Chris már megint ólálgodik az alsó ösvény inhibitorra körül, mesterek pedig jöhetek közében, vissza kéne zavarni, az enemy e-sportot, a Flores el tudott menni, így tud majd védekezni, de Chris még nyugodtan táncolhat, jelen pillanatban csak Flores, aki őt zavarja, az enemy e-sportnak volt egy jó hívása. De nem reagál rá mindenki a Team Coast-tól, hanem próbálnak egy ellenhívást csinálni. És működött, mert inhibitor nélkül van az enemy e-sport. És érkezik Chris, akinek van és Ragnarök. És Faresznek egység van az erővel körnie, vagy pedig sehogy, mert hogyha ezt nem zárják össze igazából közében az enemy e-sport csapatát, hanem varadmasor körül lesz majd pucolás. És Mesh, ez mindenképpen őrsen pucolás, de Mesh el az előbb egy kicsit beállt, de jó helye, hogy elment, ugyanis most pont oda helyezett Body Drop. Egy őrszemet így lebukott volna az a kis Kalista, és inkább visszavonulnak, mert az enemy e-sportsnak tényleg most mindent bele akciókat kell játszani, és el kell hozni bizony ezt a tornyot, hogy valamit kell csinálni, mert elvesztik. Oh, halálos időlet, jó, de Body Drop az, aki azt mondja, hogy törhetetlen akarat, akkor elletébeségre mozdulni. Az átütő nyíl pedig jó lett volna, de nincs kire sebzés, és Chris igazából hamarosan érkeznie kéne. De nem, Chris még éppenséggel nem mondta azt, hogy most akkor büntetni fogunk, mert még teljesen máshol van. De ettől függetlenül ugye még az enemy e-sportsnak van remény. De az inhibitort nem döntötték be. Ilyen Team Coast nincs hátrány, van abszolút, csak egy torony dőlt be. Az már most már így 47. percben nem sokat jelent, mert a tornyok szempillantások alatt törnek be. Shrimpnek már annyi pénze van, a csatározók szabjáján változtatta a dzsungeles tárgyát. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy oké, most nekem kell még a sújtás utáni pulszpáncél. Ami jó, ami tökéletesen jó, de eddig ugye nem ez volt. Pip gyorsan megváltoztatta, mert egy, van pénzem, kettő, ez fog kelleni a végére. Tehát... Chris és Forrest pedig parti hát. Alapvetően Forrest ugye most már az eléggé tankos, de mindig egy teljes tárg hátránya van. Jó, féltárg hátránya van úgymond Olaffal szemben, és elkezdi a baromnal a sor, a Team Coast, jön Body Drop, de Inax és Threshy nagyon messze, Body Dropnak pedig még nincsen törhető akarata, Body Drop meghalt, nincsen ötödik emberre, az enemy e-sport, a Shrimp megy tovább, jön a felemelkedés, Shrimp beragad, jó a fahozlők is, Rek'Sai meg fog halni, válaszol Inax és átör, 1-1, na most ebből mi lesz, kérlek szépen, nincsen Vayne-nek végső képességet, hát mégis bajban lehet, de Chris mit csinál?
Én láttam ezt a spanyol fiút, X-Peke, ő is LCS-ben játszik, megcsinálom én is, hát miért is ne? Nexus tornyot szugerál már hátul Chris, és ez be is fog dőlni. Ektoron mínusz, alapvetően fut Inax is átör, de Ektoron ez Ektoron is. Lassan a Nexus védelem nélkül van, megjött Inax, Chris pedig megáll, hogy igazából mit kell csinálni, végső képessége van, és abban el lehet menni teleporttal, Chris pedig meghalt! Nincs Chris! 75 másodpercig nincs Chris, és az eredmény eSportsnak most kell meghúzni a ravaszt, vagy különben nem maradna benn az LCS-ben. Hiába lángol a Team Coast, senkit nem érdekel, emberelőnyük van, paranmasorra ide kell érniük. Igen, ezt akarom mondani, hogy emberelőnyben vannak, de lángolnak. Tehát azért ő... Őrszemre ült a Team Coast. Ajjajjajjajjaj. Trashy pedig őrszemet takarít, nincs túl sok manája, de emberelőnyük még van. Padilla pedig jöhet, Trashy pedig bajban, jó a Varus végső képesség. Konkont húzzák ki végül is a párbaj közepéből, de még mindig Varanna sorral lehet lépnie az enemy eSportsnak. Jön Pekin Wolf, vagy Konkont szintén. A Varanna sor elkezd enemy eSports. Mi lesz még ebből? Jön hátul a body drop. Most már lesz akarat. Varanna sor még él, a hajlásítani egy jó hátul Inaxra. Pekin Wolf bajban, a Varanna meg fog halni. A Varanna meghalt. Az enemy eSports most megindulhat. Chris nincs 20 másodpercig még. Mindig nálak az ember előny, de nézd meg azt a káosz viart. Hát Pekin Wolf leradírozhatná az egész enemy eSportsot, de még mindig egál az állás, sem pedig megy haza. Van egységben az ereje, az nincsen, van helyed a teleport, de a Team Coast jönni akar, viszont nekik baranasoruk nincsen, de a Super Minionok között dolgoznak az alsó ösvény felől. És még a felső ösvényen is már a inhibitort védő tornyot csanargatják, áttör, vagy elég gyors, talán! Ezt figyelj, ez a torony, ez olyan torony, hogy konkrétan nem tudom mit lehetne mondani. De azt hittem rákattint, mennyire megnéztem volna, hogy mennyi életem maradt annak a toronynak. Szerintem 3 vagy 7 max. Áttör tényleg kiszámolta a hidegvérrel, azt mondja, hogy jó, meg lesz. Van itt 30 million, de meg lesz. Jön a kola, izé, csapatot, de kérdez, felső, meg lesz. I got this, please, hőmész, meg állatorony, állat, akkor meg mit szólsz bele? Mi, hogy mennyi életerőn, de állatorony, ez tény. De alapvetően az nem jelenti azt, hogy az inhibitor ne lenne szabad együttés bárkinek. De Chris megint akörül tudna mocorogni, bemehetne egészen nyugodtan betörni az inhibitor, de az a legnagyobb baj, hogy visszajött az alsó és inhibitorre. Chrisnek haza kell mennie, mert Baranna sor által buffolt enemy eSports most előnyben van. És Fares először hazamegy, bázisvédő cipője van, teleportja van, ő nagyon gyorsan fog tud jönni. És ez a sebzés, hogy mesh kap Inaxol, ez fájdalmas, Kongpong közben villan be, áttör bajban, rajta esélyben szerelő, Chris pedig egy bulizza középre, és Chris még éppességgel él, de nem sokáig, Badrop meg fog halni, nem, Simp az első halott, majd Kongpong, Fares pedig bajban lehet, mik azok az életerők? Mesh hátul bulizhatna, Trashynek nincs élete, áttör és Inox a két sebzés horlozó, maximális életerő. Mit mondtam? Hogy nem fognak tudni hozzáférkőzni a két lövészhez a Team Coast játékosai, és max életerőn vannak, tessék! Ez így van, max életerőn, de azért a Team Coastos Mesh és Pekin Wolf is, tehát ők még tudják tartani ezt a rohamot, ami a középső ösvényen érkezik a Super Minionokkal, de megint csak jobban jött ki az enemy eSports ebből a cseréből, jön is a visszajátszás, Mesh fél életeleje egy darab Varus nyilvesszőtől elfogy. Jó, a nyúzás, a doboz már kevésbé, és annak köszönhetően, hogy Trashy föl és le tud szállni, megmenti az életét, a feldobás megint csak jó, body drop törhetetlen akarattal végig tudta a meccset járkálni, és ő így ezzel nem halt meg, csak haza kellett teleportálnia. Még 16 másodperc, mire kiegészül a Team Coast csapata, addig bizony 3 emberrel kell védekezni. Igaz, 3 olyan emberrel, aki sebezni azt tud, de a kérdés az, hogy be ki tudják-e szedni Uttert vagy Inaxot. Viszont 52. percben azt kell mondjam, hogy a Team Coast teljes tárgyalasztáson van. Ha a mindenet az őrszemnek is a konkon ugye 6 helyet, hagy helyet mindig, akkor tényleg teljes tárgyválasztáson van a Team Coast csapata. Még az enemy eSportsnál sem, csak elkezdte építeni hasítóbárt, vagy 3 csapat, ami teljesen mindegy, valami készül nála, benne van a kalapás, ez biztos. De alapvetően ott még hibázik ugye egy őrszem Alistarna, és végül is igazából mondhatjuk azt, hogy talán a Shen Olaf különbséggel ők még nincsen teljes tájválasztáson, de Chris
Az nagyon Krisz. Ezzel lehetne kezdeni lett valamit. Letaszított király kardja van most már Krisznek készen, ami azt jelenti, hogy ha ő kinéz magának egy lövészt, nagyon sokáig tudja kergetni, de láttuk Krisz az előbb is, hogy hiába van egy rakat armorja, rakat páncélzata igazából. Ettől függetlenül áttörés Inoxra tudja lőni, akkor Krisz előbb-utóbb meg fog halni. És leveszed a király kardja, egy jó választás lehet arra, hogy el tudja csípkedni valamelyiket, de ehhez kell a csapata mellé. Ez kell. És kell a csapdázás, tehát valahogy neki olyan helyről kell érkeznie, hogy ezt ne lássa az enemy e-sport csapata, és megint talál. Shrimp pedig belagadt, halt, és azonnal jön Buddy Drop, nem bélázik, és meghalt Shrimp. Ember hátán van a Team Coast, jön a teleport Krisztől. Buddy Drop pedig várta volna, Kriszt pedig mégsem jön. Na a Team Coast most nagy bajban van. Krisztnek haza kell jönnie, mert ember hátán van, Shrimp nélkül nincs igazából frontvonal, csak Kriszt. Konkvon oké, hogy fresh, és tele van tárgyakkal, tele van páncélattal, de ő sokáig nem bírja. Forrest pedig kapja az áldást, de már rajta sincsen sok sebzés, amit kapna Pekin Wolftól. Így előbb-utóbb az enemy e-sport egészen még 50 másodpercig ki tudja használni azt, hogy ember előjük van, inhibitorokat kell hozni az enemy e-sportnak, hogy bebiztosíthassák azt, hogy a meccset meg akarják szerezni. És próbálkozik Viktor ugye zónázással, de érkezik az 5 emberes bulldozer, és valahogy mégis ki tudják védekezni. Tehát azért félnek mind Mesh, mind Wolfnak a sebzésétől. Hát azért ötödik sárkány sérülés olyan a Nemi Sportsnak, ugye a Team Coastnak, ugye? Inkább elhozzák a harmadik sárkányt. Ez is egy jó választás, de hát azért Krisz van olyan tankos, hogy bemenjen és lekaszabolja az a pár miniont. Ennyi. Ez tény és való, tehát nem tudnak úgymond beférkőzni a torony alá, de még az a sárkány elhozás is egy biztos pont arra, hogy azért ne lágoljanak végig egyszerben, nem volt túl kellemes. Nem bizony. Konkon pedig kihelyezgeti az őrszemeket, majd a Baron Nashorhoz, ami 1 perc 20 másodperc múlva fog érkezni. És talán kimerem azt jelenteni, hogy amelyik csapat sikeresen hozza el a Baron Nashort, az megnyerte a meccset. Tehát annyira nyitottak jóformán a bázisok. Az enemy e-sportsnak az alsó ösvényen már csak inhibitorál, a felső ösvényen az a 3 HP-s torony körülbelül, amennyi van neki. Ugye a Team Coastnak az a középső ösvényen nincs most jelenleg inhibitora, az alsó ösvényen már megtámadták az inhibitort védőtornyot, tehát bárhol be tud menni jóformán bármelyik csapat. A lényeg annyi, hogy a 40 másodperc múlva érkező Baron Nashort el kell hozni, és aki ott nyer, most mindenki teljes 5v5, az viszi ma vagy a harmadik, vagy az első győzelmét. Nagyon-nagyon fontos az kiemelni, hogy a Baron Nashort elhozása az igen, egy kulcs momentum lesz. Igaz. De láttuk már, tennap is, a túlvállalás az szintén egy kulcs momentum. Hogyha valaki túl sokat áll az a Baron Nashorért, és ezért 3-4 embert veszít az 1-2 helyett, szintén baj, viszont Forrest, Chris végig kergetheti. Forrestnek innen teleporttal, vagy egy csipre erővel kell elhaladnia, Chris pedig eddig kergette, és megy hátul még inhibitor tolni. Mesh pedig bajban lehet, rajta volt a hegyarca, biztos, hogy biztos, mert Mesh azért elég fontos momentus, ember a csapatküzdelemben, mert lövész. Azért ilyenkor már a lövészeken van a fókusz, ezért jó, hogy az enemy e-sportsnak 2 darab van belőle. Igen, és ugye Chris megint csak az inhibitort kezdi el leverni, de ott van már Flores, úgyhogy megpróbálhatja meg. Az a legnagyobb baj, hogy Baron Nashor az le van róla véve a figyelem. Nem kell Baron Nashor, viszont Chrisnek teleportja még nincsen. Chris nem fog tudni időben érkezni, ez már biztos, mert Forrest nem fogja hazaengedni. Itt a négy elleni küzdelem lesz, ami azért nagy baj, mert egy játékos nem fog tudni két lövész által kapott sebzést túlni, de Chris mit csinál? Forrest nem tudja Christ megállítani! Chris az új X! Chris! Nézd mit csinál! Még mindig a Nexus üti! Nem foglalkozik Forresten, egyszerűen ignorálja! Nem. Így kell letörölni egy régyet! Nézd meg! Forrest konkrétan nem tud mit csinálni ezzel az érkező sebzéssel, hogy produkál Chris. És a második mérkőzés az, ahol Chris végig üti, ütegeti, nem tud mit csinál ott a kezdővel, az egész bázissal, és Flores tudhatta volna nagyon jól. Ezzel a tájválasztással ennyi minion hátra, ő Chris nem fogja megállítani. Viszont hogyha... Enemy e-sport kezében volt igazából ez a mérkőzés, és azért sajnálom, mert ez nem így volt a legszebb, de Krisztor egy bravúr végül is. Hát ez... Ez egy bravúr. Ez abszolút bravúr volt, és nagyon jól gondolta azt, hogy én itt biztos, hogy be tudom ütni ezt a Nexus tornyot.
nem érdekel a sebzés, nem érdekel semmi, csak az érdekel, hogy nyerjük meg ezt a meccset, mert így feljutunk az NALCS tavaszi játékai közé a tavaszi sorozatba. 2016. februárjában már velük is találkozhatunk, úgymond ismét, tehát egy év múlva visszatérnek, és bízunk benne, jobb teljesítményt mutatnak, mint tavaly. Ezek alapján, hogy az NMI eSportsot 3-0-ra, és ebből azért két magabiztos meccset, és azért a harmadikon itt azért kellett, tehát hogy itt Chris volt az a kulcsmomentum, aki baront lopott, aki körülbelül kétszer a hátsó ajtón bepapogtatott, hogy hello, jövök, ez az inhibitor, ez már nem áll, ez a Nexus torony, ez már nem áll. Hopp, van még egy Nexus torony, tudod? Az sem áll. És még itt ütöm a Nexus. Szia Flores, te... Hát igen, tehát ez érezhető volt a Flores-nek a sebzés, nem ez eddig arra, hogy Chris megállítsa. Ugye Chrisnek a tárgyválasztása az úgy készült el, kérdezőben, hogy két lövésznek a sebzését is állja a sarat, hogyha kapja. Tehát ez egyetem, hogy például egy Flores-nek a sebzés, hogy nem fog hanyat esni Chris azzal a fal. És ugye helyesbíteném magamat is egyértelműen, mert ez a meccs az NMI eSportsnak kicsit jobban kedvező volt, és megnyerhetik volna, de az előző két meccs alapján, és ennek a meccsek is valahol egy részét nézve, a Team Coast meggyőzően teljesítve, egyértelműen jobban játszó jobban. Csapatként jobb helyet képvisel az LCS-ben, ez eddig tény. Tehát nem NMI eSportsra rajongó vagyok, csak ez a meccs valahol a kezükben volt, de az aranyelőny végig a Team Coastnál volt. Bárhogy voltak az toronyelőnyök, gyilkosság arányok, mindig is úgymond valamilyen úton, módon ott volt. A kérdésem az hogy abban a pillanatban, amikor én mondtam, hogy akkor igen, és akkor all in, most be kell menni, vagy amikor, tehát látták Flores, biztos, hogy kommunikált, hogy gyerekek, itt van Chris, már beütötte az inhibitort, hogy akkor a négy ember, nem tudom, berohan, és megpróbál valamit csinálni, és ők is egy ilyen tényleg fejjel a falnak. Most már mindegy, egyszerűen tényleg fel kell tenni mindent egy lapra, és azt kell mondani, hogy puff, bemegyek, vagy sikerül, vagy nem. Ez így kellett volna lenni, tehát NMI eSportsnak ugye nem tutyimutyiznia kellett volna, hanem két lövészük volt ergo. Nem volt Chris volt a legnagyobb fájdalompontja, aki lövésznek ugye nem tudtak magukra levakarni. Meg kellett volna lenni valahogy Peking Wolfot, aztán Mesh már hátrébb állt volna, mert nincs előtte Chris. Ez nagyon fontos, hogy Mesh azért csak úgy tudik az a hátul bulizni a Chrisnál közel püffelé szépen a sebzés hordozókat. Nem volt ott. Az NMI eSport, aki kilép, az a két lövész, szerintem 8 másodperc alatt megölő a két tornát és a Nexus-t. Ez biztos. Igen. A két lövészek volt akkor a sebzése már abban a játék szakaszban, hogy ezt pikpak befejezze Krisznél gyorsabban. Na. De ettől függetlenül egy kis képet mindenki udról nektek pluszban, mert meg is kaptuk ezt az anyagot. Hogy alapvetően ez az, ami Chris ignor. Ez amikor az Excel letöröl Facebookról. Tojik rá. De Chris meg letörölte konkrétan az egész NMI. Nem érdekel, más életem van, nem bőszítsék ki, tényleg ütlet égén, és aztán a Nexus, ez már elmentem AFK-ba, ahogy is beveri a karakterem a Nexus-t konkrétan, és ez az a bizonyos pont, amivel konkrétan nem tudott mit csinálni. Nem. Flores. De Flores azért lett volna ott, hogy takarítsa a Minion, próbálja lassítani Chrisen valahogy, amíg a csapata lép. Mert Chris az a sok 100 Minionnal, sok-sok tájválasztással, valahogy mondtam már, ő egy erős, kemény dió volt a küzdelmekben a lövészeknek, az NMI eSportsnak, és annak a hiányát ki kell volna használni, azonnal lépni az NMI eSportsnak. Valahogy villani, bim-bam, bum-bam. És az NMI tényleg nem volt elég agresszív, tehát nem, mindig visszaléptek. Jó, elhoztuk az inhibitort, jó, akkor lépjünk vissza. Jó, volt egy kis csata, de azért lépjünk vissza az ötödik sárkány, ne hozzák el még egyszer, hanem inkább vigyük el mi a sárkány, tehát nem. Ez a harmadik meccs, itt nyerni kell, muszáj, tehát muszáj. Vagy kiesek. De ami tény, hogy a Team Coast bejutott az LCS-be, amerikai LCS 2016 tavaszi, kb. Január közepe fele vagy február elején induló LCS-ért bejutottak, így az NMI eSports nem, visszaesik egy szériát, és ő másra fogja folytatni a küzdelmét, és majd később megint lesz lehetősége visszajutni az LCS sorai közé. De mivel a Team Coast 3-0-val rektelte meg az NMI eSportot így globálisan, nem utolsó meccse, hanem úgy unblock, ezért igazából valószínűleg egy óriási szünetünk fog jönni, egy baromi nagy. Meg kettőre van kiírva a következő meccse, másfélről a szünet,
az biztos, hogy most a Team Coast éppen interjút ad a Dashnek, amit érdemes meghallgatni. Visszaadjuk a szót, aztán bejelentkezünk, hogy kb. Mikor fogunk jönni, amint mert info van. Próbálunk infót szedni a Riot-tól, hogy mikor fog körülbelül kezdődni ott helyben a meccs, mert akkor tudunk mi is majd ahogy azzal azonosulni. Addig is kis türelmet, és aki velünk éjszakázik, annak külön respect, Ritogame, stb. GG, VP. És addig is sziasztok, ciao! Sziasztok!